A fiam Legót szeretne. Gyerekeknek játék, meg ruhanemű. Kis videó lejátszót, meg órát, jó pofát. Ezek az ajándékok a legkeresettebbek 2011-ben Fehérváron. Közeledik a karácsony és advent első vasárnapjával kezdetét vette a karácsonyi vásárlás és roham időszaka is. Az átlag magyar egy internetes felmérés szerint 35 ezer forint körüli összeget szán ajándékokra, ám ez a szám akár 60 és 100 ezer forint körüli összegre is megnőhet. Sokat. Úgy tudom, 100 ezer forintot. Családtagonként mondva ugyan 20 ezer forintot. 20 ezer forint körüli értékben. A legkeresettebbek a műszaki cikkek. Mint az egyik fehérvári bolt eladói mondják, az LCD TV-ket és háztartási gépeket, így például mosógépet keresnek leginkább az emberek. Átlagosan 100 ezer forintot költenek ezekre a termékekre, melyeket részletre vesznek. De nem csak a műszaki cikkek, a könyvek is örök klasszikus ajándéknak számítanak. Idén elsősorban gyermekkönyveket és bestsellereket vásárolnak ajándékba a fehérváriak. Mint ebben a játékboltban mondják, a boltok többségében a karácsony előtti időszak az éves bevétel egyharmadát adja. Nincs ez másképp itt sem. Örök sláger a Lego és a készségfejlesztő játékok. A játékokat, kreatív játékokat lányoknak. A Lego az örök sláger. Társas játékok. Felmérések szerint egyébként minden felnőtt több mint 7 embernek keresgél meglepetést karácsonyra, amiknek kiválasztásakor általában a praktikumra törekednek a vásárlók.